Köszönöm mindenkit, később fogom megmondani, miről fogok beszélni. Először azt szeretném kérni, hogy készszentartással jelezzük, hogy a bemutatott tárgyak vajon lyukasak-e vagy sem, szerintetek. Ki szerint lyukas? Ki szerint nem lyukas? Igen, ez szerintem sem lyukas, ez öblös, de nem lyukas. Ki szerint lyukas? Ki szerint nem lyukas? Ez szerintem lyukas, de mindenkinek egyéni vélemény, ezt a hétköznapi értelemben többféleképp használjuk ezt a szót, de pont azért mutatom be őket, hogy egyből beszéljünk, a füle miatt lesz lyukas ez a tárgy. Akkor ki szerint lyukas? Ki szerint nem lyukas? Ez lyukas, hogyha így megnézitek, akkor lyukas. Ki szerint lyukas? Ki szerint nem lyukas? Azért elárulom, hogyha így megtapintom, akkor érezni lehet, hogy a közepében levegő van. De ez nem lyukas, hanem inkább üreges. Öblös üreges, de nem lyukas. Ki szerint lyukas? Ki szerint nem lyukas? Ez lyukas. És van még egy. Megpróbáltam kikölcsönözni a matematikai múzeumból, de nem találták. Ennek a könyvnek a borítóján látható úgynevezett Klein-kancsó. Ki szerint lyukas? Ki szerint nem lyukas? Szerintem lyukas, de valóban erről már megosztanak a vélemények, én sem mondanám be egyértelműen, hogy lyukas-e. Na most, a következőkben azt nézzük meg, hogyha egy égitesten élnénk egy bolygón, ami így is van, és tegyük fel, hogy a csillagászat még nem annyira fejlődött ki, azonban azt már sikerült megállítani a tudósoknak, illetve az utazás az kifejlődött, és Magellán már megkerülte a bolygónkat, vagyis nyugat felé elindulva, és soha vissza nem térve, visszajutott a kiindulási helyzetébe. Na most ez persze másmilyen alakú bolygón is meg tudná csinálni. Például itt is elindul, kelet felé, mert így jobban kézbe esik, elindul és visszatér az eredeti kiindulási helyzetébe. Persze nem tudok róla, hogy a tudománytörténetben felmerült volna, hogy a Föld torusz alakú. Ugye a Monty Python filmjében volt, hogy a Föld banán alakú. A Tóruszról nem tudom, hogy felmerült volna, nyilván azért nem, mert más jellegű tapasztalataik is voltak, volt csillagászat, meg stb. Na de próbáljuk beleképzelni magunkat a helyzetünkbe, hogy mindössze ennyit tudunk. Kelet felé elindulva, vagy nyugat felé elindulva, körbe lehet menni ezen az égi testen. Hogyan állapítanánk meg, hogy milyen alakú ez az égi test, ez a felület, amin élünk? Mondjuk Tórusz, vagy például olyan felület? Ugye valahogy a lyukassága játszik közre, és valóban, hogyha ez a Magellán magával vinne egy kötelet, akkor így rácsolódik a kötél az utazás végére, erre a bolygóra, és hogyha most elkezdik hazahúzni, megfogják a munkásemberek, és elkezdik visszahúzni, hegyeken meg mindenen keresztül, de végülis a felület mentén behúzható egy pontba ez a madzag. Oké? Okay. Tehát haza lehet húzni, egy pontba behúzható a madzag. Ellenben, hogyha ezen megpróbálnánk, tehát itt körbeviszek egy madzagot, és aztán itt megpróbálnánk behúzni, akkor lehet, hogy mondjuk eddig így eljönne, de utána nem lehetne tovább húzni, akkor ki kéne lépni a madzagnak az űrbe valahogy. Tehát a felület mentén nem lehet behúzni ezt a madzagot. Ez már is egy igazán lényeges különbség a gömbfelület és az úgynevezett tórusz felület alakja között. És igazából ezen a tórusz felületen, a gömbfelületen bárhogy is mozgunk, és viszünk magunkkal egy kötele, azt mindenképpen haza tudjuk húzni a felület mentén. A tórusz felületen viszont többféleképp is meg tudjuk azt csinálni,
hogy körutazást teszünk, és a végén megpróbáljuk hazahúzni a magunkra vitt kötelet, és nem sikerül. Például ugye így is lehetne menni. Az előzőt úgy hívják, hogy a longitúdó mentén mentem, a tórusznak a longitúdója mentén, ez pedig a tórusznak a meridiánja. És hát azért viszonylag jól látható, ezt talán kötélről is meg tudom mutatni, hogy ha így ráfeszül egy kötél, azt sem tudom sehogy se hazahúzni. Ráadásul bárhogy mozgatom, sok mindent lehet vele csinálni, de akárhogy is igazgatom, a longitúdóba sem tudom áthúzni. Tehát a longitúdó mentén körbevitt kötél, az egy lényegesen különböző hurok, mint a meridián mentén körbevitt kötél. Milyen más lényegesen különböző hurkok vannak még a tórusz felületen? Lényegesen különböző, tehát azok, amiket nem lehet egymásba áthúzni. Hát például megcsináltam azt, hogy körbe megyek a meridiánon egyszer, majd pedig folytatva utamat körbe megyek egyszer a longitúdón. Ez is egy lényegesen különböző hurok lesz. Ezt nem lehet áthúzni se abba, amikor csak a longitúdót kerültem meg, se abba, amikor csak a meridiánt kerültem meg. Azonban ennél szemléletesebben lehet ábrázolni, és megcsinálhatom, hogy útközben folyamatosan kerülöm meg a meridiánt is, meg a longitúdót is, valahogy így. És akkor itt átjövök. És itt vagyok. Oké. Ebbe át lehetne húzni. Ez is egy lényegesen különböző hurok, vagyis nem lehet áthúzni semmilyen előzőbe sem. Igazából kicsit ezen elmélkedik az ember, akkor rájövünk, hogy igazából az számít, hogy a hurok, ami mentén mentem, az hányszor kerüli meg a meridiánt, és hányszor kerüli meg a longitúdót. Tehát az egymásba át nem húzható hurkokat, azokat két darab számadattal lehet jellemezni, két darab egész számmal. Az egyik megmondja, hogy hányszor kerüli meg a meridiánt, és a másik megmondja, hogy hányszor kerüli meg a longitúdót. És két hurok pontosan akkor húzható át egymásba, hogyha ugyanaz a számpár tartozik hozzájuk. Persze a negatív számoknak is van értelme, akkor nem abba az irányba kell kerülni, amelyikbe eredetileg mentem, hanem a másik irányba. Emlékedéseinket így foglalhatjuk össze. Az S2, mint hogy kétdimenziós gömbfelület az angol elnevezéséből, annak a fundamentális csoportja a nulla. Egy topológikus tér fundamentális csoportja az a rajta lévő hurkok, illetve ugyanannak tekintjük azokat, amik egymásba áthúzhatóak. Tehát ez a képlet azt fejezi ki, hogy a gömbfelületen csak egyféle hurok van, és azt azért jelöljük nullával, mert ő úgynevezett null homotóp hurok. Null homotóp azt jelenti, hogy haza lehet húzni. És itt a tórusz, D2 tórusz felület, és annak a fundamentális csoportja, az a Z plusz Z csoport, a Z az nem az orrót jelenti, hanem az az egész számok halmaza, vagyis ez azt fejezi ki, hogy a tóruszon, a tórusz felületen a lényegesen különböző, tehát egymásba át nem húzható, úgymond egymással nem homotóp hurkokat, két darab egész számmal lehet jellemezni, mégpedig, hogy hányszor kerül a meridián irányba, és hányszor kerül a longitúdó irányába. Most akkor elmondom, miről beszélek. A topológia nevű ága a matematikának, az a 19. század második felében fejlődött ki, és valami olyasmi a filozófiája, hogy ez egy geometriának egy ága, de nem ismer méreteket, nem ismer szögeket, nincsen távolságmérés, nincsenek benne egyenesek, igazából minden olyan, mintha gumiból lenne. Amik egymásba átnyújthatóak, szakítás, vágás nélkül, azokat ugyanannak tekinti. Kicsit más megközelítésben azt is mondhatjuk, hogy önmagukban képes szemlélni a tárgyakat, objektumokat, mint ahogy itt is láttuk, azt néztük, hogy a külvilágba való kilépés nélkül át tudjuk-e húzni ezeket a hurkokat egymásba. Tehát a felületeknek, testeknek, mindenféle geometriai objektumoknak a saját önmagában vett tulajdonságait vizsgálja. Persze, mivel nincsenek távolságok, nincsenek szögek, és ennyire úgymond rossz felbontású szemüvegen keresztül nézzük a világot, így viszont sokkal alapvetőbb tulajdonságokat lehet vele vizsgálni, sokkal alapvetőbb dolgokat veszünk észre. Ugye az egyik ez a lyukasság,
hogy mennyire, milyen módon lyukas egy adott tér. Ez egy sokkal alapvetőbb tulajdonság, mint mondjuk az, hogy mennyi itt az átmérője, vagy akármi. Szóval az algebrai topológia pedig azt tudja, hogy az úgymond a mérés, ami a klasszikus geometriában távolságok szöget mérése, az mondjuk a lyukasságnak a mérése, az úgy történik, hogy valamilyen algebrai objektumokkal, ez esetben úgynevezett csoportokkal jellemezzük, hogy mi módon lyukas egy adott objektum. A fundamentális csoport, amit most igazából bevezettünk, az egymásba át nem húzható burkok struktúráján keresztül jellemzi egy adott térnek a lyukasságát. És persze az algebra már sokkal könnyebben kezelhető, mint ezek a gumiból lévő amorf geometriai objektumok, és emiatt ez egy fontos vizsgálati tárgya a topológiának, az algebrai topológia. És még egy dolgot nem mondtam, hogy amiatt, hogy ennyire alapvető tulajdonságokat vizsgálunk, így képbe jönnek olyan izgalmas objektumok, amikről addig nem nagyon lehetett hallani, például a Taurus, vagy a Klein-kancsó, amit a könyvborítón bemutatta, a Möbius szalag, és persze ezekben a képletekben az a kettes, vagy T2, S2, az azt jelenti, hogy a Taurus felület és a gömb felület, ugyanis ezeknek vannak magasabb dimenziós változatai is, meg alacsonyabb dimenziós változatai is, 3-4 dimenziónál nem állnak meg a vizsgálatok, hanem mindenféle dimenziós toruszok és gömbfelületek vannak. A következőkhöz szeretnék elmondani előbb egy feladatot, hát ha az úgy motivációnak jó lesz. Van a falon két darab szög. Van a falba verve két darab szög, és az a feladatunk, hogy akasszunk föl rá egy képet. A kép az úgy néz ki, hogy van egy tamil, és annak a két végére akasztjuk rá a képet. És az a feladat, hogy tegyük meg ezt úgy, tehát hogyan kell elfurkolni a damilt a szögeken, ahhoz, hogy ez a kép ne essen le a falról, tehát a két szög megtartsa, azonban a szögek közül bármelyiket is kihúzzuk, akkor a kép essen le. Nem tudom, mennyire volt érthető a feladat, de mutatok rá példát. Ott az X jelképezi a képet, és jön a damil, és a két szögön mindkettő fölött átvezetjük. Ez egy olyan megvalósítás, hogy a kép nem fog leesni, mindkét szög tartja, és bármelyiket kihúzom, még mindig fölmarad a kép. Nézzünk egy másik verziót, itt áthúzom fölötte, és hopp, és úgy viszi vissza. Ez egy olyan megvalósítás, hogy a kép nem esik le, azonban, hogyha azt a jobb oldali szöget kihúznánk, akkor már leesne a kép, ugye látjátok? Viszont, hogyha a baloldali szöget húzom ki, akkor zuhan egyet a kép, de a jobb oldali szög meg fogja mégis tartani. Tehát a feladat olyan átfurkolást mutatni, amikor bármelyik szöget kihúzom, mindkét esetben leesik a kép. Na most azért azt is látjuk, hogy a szög a falon úgy viselkedik, mintha a fal síkjában lyuk lenne. Ugye ott nem tud átjönni aztán a damil. Tehát a probléma megoldásához célszerű megvizsgálni a lyukas síkot lyukasság szempontjából. Hogy milyen módon lyukas a lyukas sík? Kezdjük elsőre egy lyukkal, ott az egy lyuk, ott az otthonunk az X-ben, csináltunk egy körutazást, magunkkal vittük a damét, és azt a damét már ugye nem lehet behúzni, tehát hogyha így egyszer megkerültük a lyukat, az egy nem null homotóp kurok. Ez egy olyan kurok, ami mentén körbevitt damét, nem tudjuk hazahúzni. Oké. Nézzük egy másikat. Hopp, megy, és kétszer megkerüli. Ezt jellemezhetjük azzal, hogy kétszer kerülte meg a lyukat. Ezt nem lehet, az így körbevitt madzagot nem lehet se hazahúzni, de abba se lehet áthúzni, ami az előbb volt, az egyszer körbevittbe. Tehát ez egy lényegesen különböző, az előzőekkel nem homotóp kurok. Akkor most már vérszemet kaphatunk és megpróbálkozhatunk még a mínusz egyessel. Az se baj, hogy hótkörben mindenféle cifraságokat csinál, így is ellenkező irányba kerülte meg egyszer a lyukat, tehát ez a mínusz egyesnek megfelelő urok. Itt vajon mi történik? Körbe megy, mégsem egy körbe.
ez a nullába jelölt hurok, ugyanis ez végül nem kerülte meg a lyukat, ezt be tudnánk húzni ezt a hurkot, anélkül, hogy fönnakadnánk a lyukon. És még egyszer itt mi történik? Körbe viszi? Nem, meggondolja magát, most tartunk nullánál, és akkor mínusz egyszer kerülte meg végül is, mert ellenkező irányba kerülte meg egyszer, tehát az a mínusz egyes. Ez alapján megfogalmazhatjuk azt az észrevételünket, hogyha a síkból kihagyunk egy lyukat, vagyis a síkból kihagyunk egy körlapot, és ez az a tér, amit vizsgálunk, ez az a topológikus tér, amit vizsgálunk, ennek a fundamentális csoportja Z, vagyis az egész számok halmaza. Minden hurkot azzal jellemezhetünk, hogy hányszor kerülte meg a lyukat. Na most vegyük észre, hogy ez az egész procedúra azt végül is nem mondta meg, hogy mi a lyuk. Ami az előadások címében van, az ilyen értelemben hazugság. De pont, hogy ezt nem mondtuk meg, hogy mi a lyuk. Nem foglalkozunk a külvilággal, hanem pont azért vizsgáljuk a hurkokat, mert azok a vizsgált téren, itt az nevezetesen a kiukasztott sík, a vizsgált téren belül képes megnézni, hogy milyen módon lyukas a tér. Tehát a lyukasságot anélkül vizsgáljuk meg, hogy megmondanák, hogy mi maga a lyuk, ami igazából a külvilág tulajdonsága. Tehát úgy kell igazából elképzelni, hogy itt élünk egy felületen, senki nem mondta meg nekünk, hogy ezt a felületet így úgy kaptuk, hogy vettünk egy síkot és kihagytunk belőle egy lyukat, és akkor állapítsuk meg, hogy mi van, mennyire lyukas, és arra jutunk, hogy minden egyes egész számhoz tudunk gyártani egy hurkot, és két hurok pontosan akkor húzható át egymásba, hogyha ugyanaz az egész szám tartozik hozzájuk. Vagyis az egész számok jellemzik ennek a térnek a lyukasságát. Ezt most már egész jól értjük, akkor megpróbálkozhatunk a két ponton kiukasztott síkkal. Megkerüljük a baloldali lyukat, mondjuk azt, hogy ez az A nevű hurok. Megkerüljük a másikat, ez a B nevű hurok. Akkor megpróbáltunk újabb hurkokat gyártani, megkerüljük az A-t, vagy megkerüljük a B-t. Ez a hurok az A-szor B, vagyis AB nevű hurok. Ezt persze egyszerűbben is meg tudjuk csinálni, ugyanis fölösleges volt visszamennünk a út felénél a kiindulási pontba. Tehát az előző hurok az homotóp azzal áthúzható abba, amit most történt. Tehát ez az A-szor B igazából, ez az, amikor a két szögön stabilan áll a két. Hogyha már itt van az A-szor B, ennek ilyen szorzás szaga van, ez valóban szorzás is. Megnézhetjük, hogy mit ad az, hogyha a B-szerát nézzük meg. Először megkerüljük a B-t, vagy megkerüljük az A-t. Hát ezt látjuk, hogy ezt nem tudjuk áthúzni abban, ami az előző volt. Az A-szor B nem egyenlő B-szerával. Ennek a fundamentális csoportja egy olyan csoport, amiben a szorzás nem felcserélhető, nem kommutatív. Ászor B nem egyenlő B-szerával. Na próbálkozunk még valamikkel. Ugye eddig ez Ászor B, és most aztán körbenjünk az A-n másik irányban, tehát ez Ászor B szer A inverz. Most is látjuk, hogy fölösleges volt hazamenni közben. Mehetünk volna kapásból tovább az A-n körbe a másik irányból. Tehát igazából ez az A-szor B-szer A inverz. Ugye ezzel már találkoztunk, és nézzük csak meg algebrailag mi látszik. Ugye azt mondtuk róla, hogy ha B-nek megfelelő szöget kihúzzuk, akkor leesik a kép. Vagyis, ha ott a B-t kitörölném az A-szor B-szer A inverzből, kitörlöm középről a B-t, akkor annyi marad, hogy A-szor A inverz, amit persze kiejtik egymást. Tehát így lesz a hurok null homotó. Ez mutatja, hogy ha kihúzom a szöget, akkor leesik a kép. Mutatja a képet is. Na most, ez alapján megfogalmazhatjuk, hogy a két lyukkal kiukasztott síknak a fundamentális csoportja, az a két elemmel generált szabad csoport. A két elemmel generált szabad csoport az nem más, mint az A, B, A inverse és B inverse nevű betűkből összeállított összes szavak. Tehát ezek jellemzik az összes lehetséges hurkokat, azt már nagyjából eddig is láttuk. Szavakat kell felírni az A, B, A inverz, B inverz betűkből. És hogyha valami A és A inverz egymás mellé kerül, vagy B és B inverz egymás mellé kerül, akkor azt ki lehet húzni. Például A-szor B-szer
teszik ezt a kifejezést, átszolod B-szer, és az A és az A inverz, azokat ki lehet húzni, mert azok kiértik egymást, tehát marad az, hogy átszolod B-szer B inverz, és akkor a B-t és a B inverz is ki lehet húzni, és így marad belőle az, hogy A. Tehát így működik az összes szavak, de van egy ilyen egyszerűsítési szabály. Na, akkor most gondolkozzunk el az eredeti kérdésen, mi is volt, hogy hogyan lehet úgy rátekerni a két szögre a damilt, hogy bár megtartsa a képet, de bármelyik szöget kihúzom, akkor már leessen a kép. Hát akkor mit kell igazából csinálni? Egy olyan kifejezést kell fölírni az A, B, A inverse, B inverse betűkből, ami nem egyszerűsíthető ki teljesen, tehát nem null homotóp, de ha kitörlöm belőle az A-kat, akkor a B-k már kiejtik egymást, és ha kitörlöm belőle a B-ket, akkor meg az A-k kiejtik egymást. Ez a kifejezés, a legegyszerűbb verzió, ez az úgynevezett kommutátor. Ez az A-szor B-szer A inverse-szer B inverse. És nézzük meg, hogy ez hogy néz ki burokként. A-t megkerülöm, B-t megkerülöm, tehát az A-t megkerülöm a másik irányból, aztán a B-t megkerülöm a másik irányból. Na, ellenőrizzük először a kifejezést. Hogyha a kifejezésből kitörlöm az A-t, az A-kat, akkor marad az, hogy B-szer B inverse, az kiejti egymást. Ha kitörlöm a B-ket, marad az, hogy A-szor A inverse, az is kiejti egymást. És valóban mit látunk az ábrán? Hogyha kihúzom az egyik szöget, hogy kell ezzel mutogatni is, így ugye? Kitörlöm ezt a szöget, akkor ez a burok, ez a hasa, ezt át lehet húzni errefelé, és akkor leesik a kép. Ha pedig kitörlöm, kiveszem ezt a szöget, akkor meg ez a has behúzható, és arra felé így leesik a kép. Oké? Okay? Tehát minden esetben azt látjuk, hogy egy ilyen vicces kis geometriai problémára, amit pár óráig úgy kísérletezgethetne rajta az ember damillal meg szögekkel, hogy vajon mikor esik le, meg mikor nem, és az algebrai topológia megoldást adott rá azáltal, hogy lefordítottuk a feladatot algebrára. Na most még alkalmazásokról szeretnék beszélni. Ugye mindig kínos, amikor megkérdezik a matematikust, hogy mégis mire jó ez. Mert eddig nagyon jól elszórakoztunk, de ez egy asztalosnak egy egész napi szórakozása, oda megyek és akkor rögtön lerombolom a játékát. Na most én erre nem egy szóval szoktam válaszolni, igazából körülbelül három szinten lehet elválaszolni. Az elsővel kezdeném, mert az a legfontosabb és röviden, a topológia és azon belül az algebrai topológia a 20. században keletkezett fizikai elméleteknek egyik legfontosabb matematikai alapja. Ez nem, itt nincsen vita tárgya. A másik az egy újabb játék lesz. Ez egy ördöglakat, ami egy könyvben jelent meg, és az alapján gyártották le. És nagyon sokan próbálkoztak vele, mindenféle ördöglakat fejtők. Ugye az a feladat, hogy azt a hurkot, ami rajta van ezen a faszerkezeten, azt le kell róla valahogy szedni. Persze szétvágni nem ér, nem gordin szokolja. És sokan próbálkoztak vele, nem sikerült neki. Na most ilyenkor persze felmerül a kérdés, hogy miért nem sikerül? Azért, mert hogy ezek a derék ördöglakat fejtők mégse annyira jók a szakmájukban, és majd egyszer csak olyan okosak lesznek, hogy egyszer csak valakinek sikerül majd megcsinálni. Vagy pedig azért nem sikerül nekik, mert nem is lehet megcsinálni. Na, hogyan bizonyítanánk be azt, hogy nem is lehet? Tehát, hogy soha nem lesz senki olyan okos, hogy ezt meg tudja csinálni. Hát, valaki nekiállt ennek, ez a... Szóval kiszámolták neki a fundamentális csoportját. És miért a fundamentális csoportját? Ha a térből, a háromdimenziós térből elhagyom azt az ördöglakat szerkezetet, vagyis úgy tekintek rá, hogy az nincs ott, végülis olyan is, mert ugye abban felakadhat a hurok, kiszámolták, hogy milyennek a fundamentális csoportja, vagyis milyen lényegesen különböző hurkok vannak benne, és kiszámolták azt is, hogy az a hurok, amikor úgy rá van csavarodva, amit le kéne operálni, az nem ugyanaz a hurok, mert nem húzható át abba, amikor már le van róla operálva. Ugye amikor le van róla operálva, az egyszerűen az null homotóp. És bebizonyították, hogy az meg nem null homotóp, ami rá van
hogy csak úgy rá van rakva. Vannak ugye mindenféle fundamentális csoportszámolási eljárások, és azok egyikével ezt így megnézték az úgynevezett Van Kampen tétellel. Még egy dologról szeretnék beszélni, szintén az alkalmazásoknál maradva. Ott van még időm, van még kb. 5 percem. Szóval ez egy dolog megint csak visznek fog hangzani. Van-e olyan lyuk, amit kétszer megkerülve már nem lyuk? Tehát, mint ahogy ugye a lyukas síknál láttuk, hogyha kétszer körbe megyek rajta, akkor még inkább rá vagyok tekeredve. Háromszor, akkor még inkább rá vagyok tekeredve. De van-e olyan lyuk, hogy így szépen körbe megyek, körbe viszem a damírt, megpróbálom hazahúzni, nem jön. De aztán körbe megyek ugyanazon az úton még egyszer, tehát nem visszafelé, mint ahogy eddig kioltottam, tehát ugyanazon az úton körbe megyek még egyszer, és akkor már haza tudom húzni. Olyan lyuk, ami kétszer megkerülve nem lyuk. Na, ilyen egyébként van sok. Az egyik gyakorlati szempontból is leglényegesebb, tehát fizikában is leglényegesebb ilyen struktúra, az úgynevezett SO3, a háromdimenziós tér origó körüli forgatásainak a tere. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy olyan tér, aminek nem tudjuk, hogy hogy néz ki, de minden egyes pontja egy merev testnek, ez a merev test valahol rögzítve van, tehát az origóban rögzítve van, és minden egyes állása az ugye egy forgatása igazából a térnek. Tehát ennek a merev testnek minden egyes állása annak a térnek egy pontja. Tehát, igen. Na, ebben a bizonyos térben van olyan urok, ami mentén, hogyha körbe megyünk, akkor nem lehet hazahúzni a madzagot, de ha kétszer körbe megyünk rajta, akkor már haza lehet húzni. Egy pillanatra vizsgáljuk meg, hogy milyen ez a tér. Hogyha nem a háromdimenziós tér forgatásairól beszélnék, hanem mondjuk a kétdimenziós síknak a forgatásairól, akkor csak ebben a síkban szabadna mozognom, akkor így mozoghat a toll. Ez az SO2 nevű dolog, tehát a síkbeli forgatásoknak a halmaza. Ez igazából egy körvonal, ugye, mert amerre mutat ez a toll, az kijelöl a körvonalon egy pontot, tehát ezek a forgatások a síkbeli forgatások azonosíthatóak a körvonallal. Akkor gondolhatnánk, hogy a háromdimenziós térnek a forgatásai azok meg azonosíthatóak a gömbfelülettel, mert gömbfelület irányába mutat a toll, gömbfelületnek egy pontja irányába mutat a toll. Azonban, hogyha valamerre mutat a toll, az nem csak egy forgatás, mert még azon belül is lehet így forgatni. Tehát ez igazából egy olyan tér, ami egy gömbfelület, de a gömbfelület minden egyes pontjához még tartozik egy körvonalnyi sok lehetőség. Ugye a gömbfelület az egy kétdimenziós, a GPS-en két darab koordinátával lehet megadni, hogy hol járunk a Föld felületén. A körvonal meg egydimenziós, tehát ez a tér, amit vizsgálunk, a háromdimenziós tér forgatásainak a tere, ő maga is egy háromdimenziós tér, de ez nem egy végtelen tér, ez egy háromdimenziós, önmagába záródó, úgynevezett kompakt tér. Véges, de határtalan. Tehát elképzelni nem nagyon tudjuk, de azért valamit látunk róla, a gömbfelület és minden pontjához tartozik még egy körvonal. Na oké, már csak egy trükköt mutatok meg. Igazából a maga a 360 fokos fordulat az egy olyan körút ebben a térben, ami mentén, hogyha körbe viszünk egy hurkot, akkor nem lehet hazahúzni, de hogyha kétszer körbe megyünk 360 fokot, akkor már haza lehet húzni. Ezt így lehet megmutatni. Igazából most megcsorolom 360 fokkal ezt a tollat, voltaképp az történt vele, és a kezemnek a bemerevedése mutatja, hogy ezt a hurkot bizony nem lehet hazahúzni. Az jelzi, hogy a hurok valahol ráforult valamire, de hogyha még egyszer megcsinálom azt a mozdulatsort, akkor haza lehet húzni a hurkot. Tehát ezt úgy kéne elképzelni, hogy ahogy így körbe viszem, ugye minden egyes állása igazából egy ilyen forgatása ennek a tollnak. Na most ez is persze viccesnek tűnhet, de igazából ezen alapul a réteske fizikából ismert spinnek a fogalma. Tehát valahogy ezek a réteskék úgy viselkednek, hogy
nem a térnek a forgatásai alkotják az ő szimmetriájukat, hanem hogyha 360 fokot elfordultak, akkor nem önmaguk lesznek, hanem már megjegyzik, hogy most becsavarodtak egyszer, és hogyha újra elcsavarodnak ugyanabba az irányba 360 fokot, akkor már kicsavarodnak. Köszönöm szépen!